Galántai Gyuri, azt hiszem, hát borzasztó nehéz kérdést tettél föl, az egyik legösszetettebb művész, akit én valahol is ismertem, nyugodtan mondhatom, az Galántai György. És nem csak azért, mert hogy nagyon sok műfajú művész, amiről biztos nagyon sokat fognak beszélni művészettörténész barátai, elemzők, kritikusok, tehát nekem ez nem is tisztán nyilvánvalóan, hogy az ő művészetét értékeljen, hiszen aki ebben a kultúrában valamennyire is járatos, az pontosan tudja, hogy kicsoda Galántai György. Nekem vannak természetesen nagyon konkrét és személyes élményeim. Én egy fantasztikus embernek tartom, fantasztikus művésznek, és mégis azt kell mondjam, hogy van egy olyan személyes élményem vele kapcsolatban, ami talán másoknak kevésbé van. Mi egyszer talán 1986-ban együtt töltöttünk 2 hetet, én a családommal, ő pedig a Julival és a kislányával, Ágival, aki akkor, ha jól emlékszem, 2 éves volt, de lehet, hogy most már itt az évszámokkal tévedek. A lényeg az, hogy mindannyian együtt töltöttünk 2 hetet Kölesden, ami egy ilyen, tulajdonképpen ezt a Gyuri szerezte ezt a lehetőséget, egy ilyen alkotó lehetőség volt abban a faluban, és akkor mi ott nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, 2 hétig gyakorlatilag éjjel-nappal, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy Galántai György a vasember. Számomra ő a vasember. Na most, na nem az amerikai filmre gondolok, amit mostanában mutattak be, hanem sokkal inkább Vajdának a 81-ben készült Vasemberére gondolok. Ez egy meghatározó film volt mindazok számára, akik a 70-es, 80-as években mindazt átélték, amit át kellett élni, vagy amit át akartak élni, azt is, amit nem kellett volna átélni. És Gyuri volt a megtestesítője talán annak a művészetnek és annak a művészeti felfogásnak, amit ez a vasembercsig jelent. Tudom, hogy túlságosan egyszerű is lehet ez az asszociáció, mert hogy ő vassal dolgozik, hiszen ő dolgozott a Dunai Vasfűben, hiszen ő dolgozott a Csepeli Vas és Fémműben, tehát nagyon is adja magát, hiszen rengeteget dolgozott a vassal, de azt gondolom az ő emberséggel is azt lehet mondani, hogy ő olyan, mint a vas, szilárd, kemény, de ugyanakkor formálható, és nyitott mindenfajta olyan művészetre, és szerintem a vas is egy nagyon-nagyon szép és nemes anyag. És még visszatérve egy pillanatra erre a kölesdi találkozó, erre a kölesdi nyaralásra, hogy nem csak arról győzöttem meg, hogy ő egy fantasztikus művész, és mindig lenyűgözött a dolgaival, és azzal az életakaratával, az a fantasztikus élet szeretetével, ami egyébként a munkáiból is árad, és abból a sokfajta tevékenységéből is árad, de ami hozzá kötődik, hozzá és társához, Julihoz, hanem akkor számomra családapaként is kitűnően funkcionált. Egy olyan érző embert ismertem meg a Gyuri személyében. Elmentünk csónakázni, és ahogy ő ott a gyerekekkel foglalkozott, tehát nem csak a saját lányával, hanem az én 2 lányommal, ahogy végig fotózta őket, ahogy csónakáztunk, ahogy elmentünk Faddomboriban, ahogy a barátaimmal ott egy halászlevest ettünk. Tehát sokan azt gondolják, hogy ő egy olyan ember, akinek gyakorlatilag nincs magánélete, mert állandóan csak ezzel foglalkozik, csak a művészettel foglalkozik. Ez nem igaz. És sikerült ott őt megismernem egy egészen más oldalról, és én őt örökre szívembe zártam, akkor is, hogyha az utóbbi években, vagy évtizedben teljesen elmentek az útjaink, tehát másfelé ment ő is, én is, nagyon ritkán találkozunk. Nagyon nagyra becsülöm, nagyon-nagyon sokat tett a magyar művészetért, az európai művészetért, és azt gondolom, hogy nagyon örülök annak, hogy egyáltalán beletölthettem bármilyen percet időt.